A második helyezett MTK Kozár Mistenybe, az utolsó emelet csapatához látogatott. Augusztusban 14-0-ra nyert itt a bajnok, de októberben már csak 2-0-ra hazai pályán. Nyilván azért utaztunk ide, hogy megszerezzük a 3 pontot. Az utolsó mérkőzésen sikerült 6 gólt rúgnunk, de ezt eltekintve nem nagyon megy a góllövés nekünk, úgyhogy szeretnénk minél többet rúgni a mai meccsen. Mindenképpen úgy készültünk, hogy mi védekezést igyekszünk, vagyis azt gyakoroltuk, azért nyilván az MTK azért támadóbb jellegű játékot folytat, mint mi. Kontrákra alapozunk inkább, tehát azokat gyakoroltuk mi edzések során. Az első fél órában nem tudtak mit kezdeni a kékfehérek a pécsiekkel, ám a 31. percben Csorvai Nikolett megszerezte a vezetést a vendégeknek. 0-1. Ez volt a második gólja a szezonban. Kaptam egy labdát, amit el akartam lőni, aztán második szendélyből bal oldalra kitoltam, és végül bal lábbal ellőttem, és szerencsére a hosszú sarokba ment. Több gól már nem született az első fél időben, így a tabellán elfoglalt helyükhöz képest nem voltak olyan nagy távolságra egymástól a csapatok. Nagyon, nagyon erőszakosan játszik, és nagyon próbálnak érvényesülni a mérkőzésen. Azért azt hiszem, hogy kijön a technikai különbség, de nagyon jól helytáll eddig a Pécs, és nagyon megnehezíti a dolgunkat. Ez egy kemény mérkőzés, nagyon sok ütközéssel, sok test-test elleni párharccal. Szerintem mi sem játszunk annyira jól, az ellenfél sem a legjobb játékát hozza. A második fél időben aztán megváltozott a játékképe, és végül csak beindult az MTK henger. A 73. percben Olá Adrien talált be. Ez volt a 6. gólja a szezonban. Ő csapata legeredményesebb játékosa. 0-2. Aztán szinte rögtön utána lecsapott a csereként pályára lépő Mátyás Noémi is, akinek ez a második találata volt a bajnokságban. Immár 0-3 állt az eredményjelzőn. Igazából az edzőim beállítottak a 60. perc környékén, és megbíztak azzal a feladattal, hogy lőjek gólt. Én pedig felmentem, és kihasználtam az adott lehetőséget. Rövidre érkezve befejeltem. A 84. percben aztán Magyar Judit vétett öngólt, így már 4 volt közte. A végeredményt pedig 4 perccel később Olá állította be, aki megszerezte a 7. gólját is a ligában. Emele MTK 0-5. Ismét kiütötte a sereghajtót a bajnok Kozár Mistenyben. Hát az első fél idő az nagyon jó volt. Végig mentünk, támadtunk is, volt helyzetünk, de kihagytuk, úgyhogy igen, erősebb volt az ellenfél. A második fél időben úgy éreztem, hogy nem hajtott eléggé a csapat, nem küzdöttünk úgy, mint az első fél időben talán. A játék sem ment ugyanúgy, a kommunikáció még mindig sajnos nem az igazi. Talán ezek lehetnek a problémák. Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Nagyon szervezetten, lelkesen játszott a hazai csapat, megnehezítette a dolgunkat. Nagyon nehéz volt feltörni őket. Igazából csak úgy érzem, hogy a második gól után nyugodtak meg a kedélyek a játékosoknál is, mármint a hazaiaknál is, a vendégjátékosoknál is. Onnantól kezdve viszont nagyon szép gólokat lőttünk. Erőteljes nyomás alatt volt a kapuk, és félő volt, hogy hamar újabb találatot szerez ellenfelünk, de ezt sikerült megúsznunk, sőt, úgy gondolom, hogy volt egy 100-as zicserünk, ha az bemegy, és egyenlíteni tudunk, akkor teljesen más látképe lehet volna ennek a mérkőzés szakasznak. Ezt a harmadik szakaszban elfáradtunk, és gyakorlatilag tetszés szerint érte a gólyait az MTK. Győzelmével az MTK továbbra is második 31 ponttal, míg az Emele utolsó 3 ponttal.